A bűnözők még mindig kihasználják a vírus mizériát. MKB bank nevében támadnak az adathalászok, valamint észak-koreai kalózok lették el az internetet. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Mostani videóban egy kicsit ismételten, sajnálatos módon ismételten, a vírusokkal, adathalászattal és az ezzel kapcsolatos problémákkal kell foglalkozzak. Kezdem avval, hogy még mindig nem csillapodnak a támadások a vírus mizériát és az otthoni munkát kihasználva, egyre trükkösebb támadási módszereket használnak fel, és egyre jobban célba érnek sajnálatos módon ezek a bűnözők. Mivel még mindig nem csengett le a koronavírus mizéria, még ha itt Európában ugye ez valamivel enyhült is, más területeken most tetőzik, emiatt amivel kevesebb otthoni munka, távmunka felhasználó van ezekben az országokban itt Európában, annyival több van például Amerikában, Dél-Amerikában vagy indiai részen. Emiatt ugye még mindig érdemes ezeket megcélozni, és meg is célozzák. A cél még mindig a felhasználók megfertőzése és az adataik eltulajdonítása. De az abnormál security biztonsági kutatói szerint egy újabb támadási hullám vagy kampány indult el a világba, amely támadások során most kimondottan a felhasználók azon adataira van kihegyezve az adathalászat, melyek révén a vállalati rendszerekhez, fiókokhoz férhetnek hozzá. A támadók úgy próbálják becsapni a felhasználókat, hogy olyan álleveleket küldözgetnek ki, melyek arra hívják fel a figyelmüket a felhasználóknak, hogy biztonság növelése érdekében újabb VPN beállításokat kell megtenniük, vagy hitelesíteniük, vagy érvényesíteniük. Itt főleg a Microsoft megoldásait részesítik előnyben, illetve azokat a rendszereket támadják leginkább, ezért a Microsoft 360 beállításaira megszólalásig hasonló oldal jön be, ahol kicserélik a felhasználók adatait, beállításait, melyeket a csalók azonnal fel is használnak, ugye késedelem nélkül igyekezve visszaélni vele, mielőtt még kiszúrják a támadást. A csalók, hogy még hitelesebbé tegyék az egész folyamatot, ezért a csaló oldalt a Microsoft Azure szolgáltatása révén tették közzé, így Microsoft tanúsítvány is van mögötte, emiatt a böngészők és a vírusírtók nem figyelnek fel ezekre az álloldalakra, ezekre az adatgyűjtő, adathalász oldalakra. Ugyan vannak már olyan beállítások, amivel ezeket egy kicsit komolyabbá lehet tenni, tehát az oldalszűréseknél, sőt, most már közzétettek olyan kiegészítéseket, olyan frissítéseket egy-egy vírusírtóhoz, amely már ezekre van kihegyezve, de még annyira friss ez a támadásfajta, hogy nincs mindenki felkészítve, illetve nincs minden program felkészítve erre. De hogy egy kicsit magyar vizekre, vagy minket érintő vizekre evezzünk, az MKB bank nevében vannak adatgyűjtő, adathalász támadások. Újabb nagy bank, az MKB bank jelentette be, hogy adathalász támadások indultak a nevükbe, vagyis a nevébe. Ezért kérik az ügyfeleiket, hogy legyenek nagyon körültekintőek, mert kifinomult csalási módszerekkel próbálják kicsalni a felhasználók adatait. Elsősorban ugyan e-maileken érkeznek, e-mailbe küldött levelek, illetve azokba található becsapós linkek, illetve adathalász oldalak révén próbálják összegyűjteni az információt, de ezt teszik olyan kifinomultan, hogy rendes magyarsággal, a megfelelő logókkal, és az MKB bank ügyfélszolgálatának a címére rendkívül hasonló doménnel próbálják ezt tenni. Annyi, hogyha valaki egy kicsit jobban megnézi, hogy honnan érkezett a levél, tehát nem csak így hirtelen az elejét látja, hanem végigolvas az egészet, az már gyanús lehet egyrészről. Másrészről a levél tartalma lehet az, hogy például
többször próbált belépni mostanába, ezért hitelesítés szükség, mely sikertelen volt, ezért hitelesítés szükséges, és ezt tegye meg a következő oldalon címszóval, próbálnak például adatot kigyűjteni, vagy kikérni az emberektől. Ez azért is érdekes, mert olyanoknak is küldik, akik nem használják ezeket az online lehetőségeket, tehát itt egyértelmű, hogy valami nem stimmel, de azok is, akik használták és simán be tudtak lépni, és nem volt sikertelen belépésük, se dőljenek be olyan könnyen ezeknek, illetve dőlhetnének be olyan könnyen, ha egy kicsit is használnák a józan parasztit. De most megint egy kicsit evezzünk nemzetközi vizekre, méghozzá Észak-Koreába. Egy országba, ami el van zárva a világtól, ahol nincsen internetszolgáltatás, nem hagynak senkit hozzáférni a külvilághoz, vagy mégis? A The Daily Telegraph című brit lap az ENSZ-re hivatkozva felhívta a figyelmet, hogy újabb támadás sorozat indult, mely mögött vélhetőleg észak-koreai állami hackerek vannak, akik nem csak a bankokat, a kriptovaluta tőzsdéket, hanem egyszerű felhasználókat is célba vesznek. Hogy ezt megerősítse, az ENSZ jelentése szerint tavaly több mint 2 milliárd dollárt csaltak ki, illetve több mint 2 milliárd dollárt csaltak össze, ami az ország rakétaprogramjára került felhasználásra, illetve arra költötték. Tehát ez is azt mutatja, hogy a hacker csoport, aki mögött áll, az állami hacker csoport. Ezt megerősíteni látszik korábban az ESET és az F-Secure állítása is, miszerint álhirdetésekkel vették célba a hiszékeny felhasználókat, ami mögött a Lazarus nevű észak-koreai hacker csoport van, aki korábban feltörték a Sony filmstúdió szervereit, majd 2017-ben megbénították például a brit egészségügyi szolgálat szervereit, és kriptovalutát kértek érte, hogy ezt a blokkádot feloldják. De például mostanában olyan módszerekkel élnek, hogy a cégeknek a levelezéseibe belépve a mostanában benyújtott, de még ki nem fizetett számlákra utaznak, melyeket ők újból elküldik a megfertőzött címekről. Egy apró javítása, miszerint a bankszámla javításra szorult, és persze a hozzájuk tartozó bankszámlát adják meg, így hozzájuk kerül a pénz, nem a valós címzethez. Illetve a pandémiát kihasználva például a Claire's nevű boltlánc, amikor bejelentette, hogy bezárja üzleteit, akkor a hacker csoport azonnal célba vette, és egy megtévesztően hasonló domaint regisztrált, majd egy kémprogramot telepített a cég weboldalára, amely hetekig gyűjtötte a bankkártya adatokat, melyekkel természetesen azonnal vissza is éltek, és az áll weboldalon végeztek vele tranzakciókat, melyet a figyelmetlen vásárlók jóvá is hagytak. De hogy még egy kicsit durvább támadásokról beszéljünk, 2016-ban a Bangladesi Központi Bank dolgozóinak adataival visszaélve közel 100 millió dollárt tüntettek el a New Yorki Szövetségi Bankból. És hasonló trükkel pár száz milliót csaltak ki egy kriptovaluta oldalról. Tehát úgy döntött, úgy látszik Észak-Korea, hogy ha már nem pörög úgy a gazdaság, akkor más módon gyűjti a pénzeket. Remélem hasznos információt osztottam meg mindenkivel. Ha kíváncsiak vagytok a folytatásra, iratkozzatok fel. Sziasztok!